3,5 milliárd forint többlet támogatást kapnak a fővárosi színházak a megszűnő TAO támogatások helyett. Ezt Tarlós István főpolgármester és Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere jelentette be. A fővárosi fenntartású közszínházak örülnek, hogy megszűnt a bizonytalanság. A független színházak viszont egyelőre még mindig nem tudják, hogy pontosan mennyit fognak kapni. Most például valamit összetört. Megállás nélkül dolgoznak a Madách Színházban, nyári szünetet sem tartottak. Így a fővárosi fenntartású színházak közül ők kapják a legmagasabb támogatást a TAO helyett. Soha ennyit nem dolgoztunk, soha ennyi előadást nem tartottunk. 20 000-rel több nézőnk volt, mint az azt megelőző évben. Egy nagyvidéki turné van mögöttünk, egy aréna koncert. Január 1-től szüntették meg az előadó művészeti szervezetek számára igénybe vehető társasági adót. Ez akkor Szirtes Tamást is megijesztette. Volt itt egy kis harc Budapest érdekében. A fővároshoz tartozó külszínházak esetében már megvannak a konkrét támogatási összegek. A 11 színház közé tartozik a Madách Színház, a Víg Színház, a Tália, a Katona József Színház, de az Örkény és a Trafó is. Tarlós István azt mondta, a tavalyi TAO támogatásnál 1,5 milliárdat több is jut nekik. Az alternatív színházakról való gondoskodás az nem a fővárosi önkormányzat feladata, pláne nem kötelező feladata. A támogatást a színházak jegybevétel alapján kapják. A fővárosi fenntartású színházak esetében az összegre Tarlós István tehet javaslatot, Kásler Miklós miniszter pedig ezt hagyhatja jóvá. A támogatásokba próbáljuk az értékorientációt érvényesíteni. Az alternatív színházakkal is elindult az egyeztetés. Fekete Péter azt ígéri, ők is meg fogják kapni a TAO-nak megfelelő összegeket. Az alternatív kísérletező színházak közül beérkezett az első 25 igénylés, és ebből az első 25-ből az első 20-at el tudtuk bírálni. Márcsai Pál, az Örkény Színház igazgatója azt mondja, a főváros vezetésének köszönhetik, hogy a külszínházak megkapják a TAO-nak megfelelő többlettámogatást. Ez nagyon klassz, karakán dolog, hogy megvédték a saját intézményeiket. De innentől kezdve azok, akik rendben vannak anyagilag, azzal kell, hogy foglalkozzanak, hogy mi történik azokkal a kollégáikkal, akik nincsenek rendben, magyarul a független szénával, vagy a privát szénával, ők hallatlanul fontosak a szakmának. Az irodának ezen része a jelmezraktár. A Gólem Színház független, nagyjából 60 millióból gazdálkodik, ebből 16 millió volt a TAO. A pályázatot már benyújtották, még nem tudják, mennyit fognak kapni. Az állam pontosan tudja, hogy hány jegyet adtunk el, ha azt mondanák, hogy ennek a bizonyos százalékát megkapjuk, akkor nem kellene pályázni. A pályázati rendszernek pont az a lényege, hogy vannak kritériumok, aminek a pályáztató, vagyis az állam szerint vagy megfelelünk, vagy nem. Borgula András azt mondja, ők boldogak lennének, ha a külszínházak befogadnák a független színházak némely előadását.